Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt ismét a Cirkulissa. A mai napon egy kis kulisszajárásnak lehettek a szem és fültanúi, ugyanis megmutatjuk nektek, hogy hogyan készül maga a manézs a Ludas Matyi a Cirkuszban című produkcióra. Tartsatok velem! Elsősorban lássuk a Ludas Matyi a Cirkuszban című produkció állatszereplőit, akik már megérkeztek ide hozzánk a fővárosi nagycirkuszba, és hátul az udvaron fognak helyet foglalni egészen novemberig, ameddig a műsor tartani fog. Természetesen a manézs is teljesen megújult, ugyanis az Atlantis gyermekei című produkciónk után ugye teljes tatarozást és takarítást kellett végezni itt a fővárosi nagycirkuszba, úgyhogy teljesen meg lett ez is újítva. Fölszedték a manést, függönyöket takarítottak, lámpákat tisztogattak, a székeket teljes egészében letakarták, hogy ne legyenek még jobban porosak. A pisztit is átszerelték, ugyanis majd az állatok ott fognak körbefutni, és ezért egy kis karánt is csináltak nekik, hogy véletlenül se essenek ki onnan. A zenekari emelvény alá pedig már elkészült az ugróasztal, amin természetesen a Baross Imre Artista Képzőiskola tehetséges növendékei fognak bemutatni egy fantasztikus számot. A hangpáholytól egészen a manézs végéig pedig egy kifeszített drót található, ami majd Ludas Matyi fog többször megérkezni a produkcióba, hogy hogyan és miért. Nézzétek meg a műsort! Remélem tetszett nektek ez a kis kulisszajárás. Tartsatok velem továbbra is minden szerdán és pénteken itt Cirkuszunk Facebook oldalán. Október 1-től pedig gyertek a fővárosi nagycirkuszba, ugyanis tartol a Ludas Matyi a cirkuszban. Sziasztok!